Jó napot kívánok! Az On Air műsorában ma vendégem Sajlik Ferenc, Magyarország egyik legelismertebb grafikusa, és Tóth József Füles, aki pedig ugyancsak grafikusként tevékenykedik, és a reklám szakmában halhatatlanná vált a neve. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Én úgy hallottam önről, hogy nem mindig készült grafikusnak. Tudnénk, a papám zsoké volt, a bátyám zsoké volt, és egyszer gondoltam, hogy nem kell akkor iskolába járnom, hanem majd elmegyek zsokénak, ami tulajdonképpen két napig tartott. Bevittek egy ilyen karámba egy lóval kipróbálni, hogy mit tudok lovagolni, hát nem tudtam lovagolni, rögtön megijedtem, mert nagyon magasan, amúgy is szédülök, és legalább 8-szor ledobott a ló, de nagyon érdekes volt, mert futott körbe, és nem mondták, hogy kellett volna rángatni a száját, hogy megálljon. És nem állt meg, akkor állt meg, mikor ledobott. Ott állt mellettem. Akkor fölmásztam rá, akkor megint. Egyszer emlékszem, hogy nem volt jó, semmire nem emlékszem, hogy lenne a földön, ott láttam a sapkámat csak. Csuda dolgokat csinált. Volt, hogy kitért jobbra, én tovább mentem egyenesen. Volt olyan, hogy lecsapta a fejét, és a fenekével olyan hátbavágást kaptam, hogy akkor így fejre álltam előtte. De nem ezért nem lettem zsoké, hanem valószínűleg a tréner rájöhetett, hogy nem vagyok annak való, szóval fizikailag, mert a zsokék, a papám például 52 kiló volt, és volt, amikor 48-at kellett lovagolni. És akkor hát végigkoplatta a hétvégét. A probléma ott volt, hogy fél ötkor kellett volna fölkelni. Ebből aztán inkább rajzolok reggel 10-kor fölkeléssel, úgyhogy azóta rajzolom a lovakat, ami papámnak nem tetszett, mert nem ilyen kövérek, nem ilyen a lábuk, nem ilyen a mit tudom én, de hát karikatúra az karikatúra, ennyi előnye van, hogy ha az ember elrontja, akkor mindenki azt mondja, jaj, de jó pofa. És a rajzolás mellett voltak más törekvései is? Nyomdászkodtam egy darabig, de az is a rajzból kifolyólag volt, mert a Törökpál utcába jártam iskolába, az egy iparrajziskolának hívták még akkor. Akkoriban nagyon jó iskola volt, a különböző szakmákat tanítottak, volt ottan díszletfestőtől kezdve, én a grafikára jártam, de voltak ott szobrászok, meg fa munkálók, és megváltoztatták a iskola jellegét. Ilyen szép műves liceum lett belőle, és egy csomó rajztárgyat elvattak. Úgyhogy aztán egy páran fogtuk magunkat, és ott hagytuk, és akkor lettem nyomdász. És kedves Füles, ön milyen módon találkozott Sajdik úrral? Mi az, ami hozzávezette? Az én apámnak nagyon tetszett az, hogy egyik osztálytársamnak a bátyja, Balázs Piri Balázs, nevezetes karikaturista. Egy szobában voltam vele 30 évig. Na hát, sőt, azt egy házban is laktatok. Igen, együtt építkeztünk. És Balázs Piri Balázs testvére, Balázs Piri Tamás osztálytársam, és ezen kívül a Balázst is ismertem. És apám, aki vendéglős volt a államosítás előtt, az elájult attól, hogy ez a fiú, mármint a Balázs, rajzol, közben egyetembe járt, ő műszaki egyetemet végzett egyébként, és közben rajzolt az egyetemi labban, de már a Ludas Matyinak is, és azért 100 forintot kapna. Ettől apám teljesen elájult, hogy rajzol, hogy csak hozzávetőlegesen 1960-ban egy kezdő fizetés volt 1000 forint, és akkor adtak, hogy rajzol 100 forintot, elképesztő összeg volt ahhoz képest. És az apám azt mondta, hogy hát látod, te neked is kéne, mint amilyen a Balázs Piri. Hát mondom, apukám, hát így nem tudok rajzolni. Azok mindig semmi ötletem, azt mondta, meg kell próbálni. És addig piszkált, amíg nagyon rosszul, hát rajzoltam valamiket, és olyan óriási mázlim volt, hogy először a Füles című lamba, ez véletlen. Nem tudom, te Hídvégi Ferencet ismerted? Hogy ne, verseket. Verseket így, úgy van. Feri bátyámnak bevittem, és az megkegyelmezett, és egy szörnyű rajzavat lehozott a Fülesbe. Ilyen pici volt, először nem is láttam, hogy tényleg ott van. Nagyobb volt a felirat rajta, és ekkor én felhívtam a rádióiságnál Ferit, nem ismertük egymást, hát ismertem a dolgait, és megkérdeztem, hogy nekem volna néhány rajzom, és azt mondta, jöjjön be, és Bródy Sándor utca 5-7 rádiónak a klasszikus bejárata, és akkor oda lejött, és a legnagyobb meglepetésemre néhány rajzot le is közölt, azóta tart a barátság. Mennyire volt hatással például ez a lovaglós múltja
arra, hogy megalkotta ezeket a varázslatos lényeket, az állatokat, amik annyira jellemzőek önre? Hát az volt a helyzet, hogy 65-ben kerültem a Ludas Matthihoz, akkor már nem kellett politikát rajzolni, úgyhogy lényegében azt rajzoltam, amit akartam. Na most a lovakat szerettem rajzolni, meg így a gömbölyűbb dolgokat, tulajdonképpen madarakat, meg kutya? Meg úgy, kutyát is, igen. Persze, kutya imádó vagyok. Hát ez... Úgyhogy valahogy úgy átalakultam, de lényegében ugyanazt mondom el, mintha emberre rajzoltam volna az ötletet szerintem. Az állatok ugyanúgy emberként viselkednek. Ön szerint, Füles, mi az, ami megragadja az olvasót, a nézőt először Sajdik Ferenc rajzaiban? A szeretet. Ez ma nem egy divatos dolog, mert ma olyan a cikinek tűnik, hogy szeretet, holott éppen a hosszasan szoktam, az ember öreg már, mint én, akkor nem olyan fiatal, mint a Feri. Ez a szeretet állandóan előjön, hogy mekkora jelentősége van ennek a dolognak az emberek között, mert ugye ez most sablont fogok mondani, egy nagyon hektikus és durva világban élünk, nagyon. És aztán, amikor, és ezt én el is mondtam a kiállítás megnyitóján, ami nem olyan régen volt az első kerületben, az új könyvével kapcsolatban, ami a Várról szól, hogy ez a szeretet sugárzik minden rajzában. Na most, amit ő mond, az állatok valójában így van, hogy az állatok is nála emberek, tehát olyan tulajdonságokkal vannak felruházva, amilyen a valódi állatokban nem ilyen pregnáns. És tulajdonképpen nem is mondám, hogy ezek karikatúrák, ezek olyan sajdikféle teremtmények, amik valójában ilyenek nincsenek. Aztán mégis vannak, mert az ember és az állat valahol egyesítve van. Tehát nagyon, nagyon, és hogyha megnézzük a rajzokat, én amikor ezt a könyvet megjelent, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy én beszélhettem a rajzok kiállításán, végig nagyon szisztematikusan végignézve mondjuk egy csoport ember, mindenki ember más, mindenkinek van valami tulajdonsága, de soha nem bántó. Tehát ezért mondom én a szeretetet, én a bántást nem látom. Tehát ő nem úgy karikaturista, mint amikor nagyon elrajzolnak valakit, vagy a nagyon. És azt hiszem ez az ő titka, hogy soha nem akar bántani. Szeretettel nyúl a lényekhez. De azt mondom, hogy az ő eres csatornája is egy ember, mert nem így jön, így, ilyen szögletesen, függőlegesen, hanem így. Tehát valahol, ez a gömbölyűség, amit te mondod, ez nem jutott eszembe, valójában. Ilyen gömbölyű ez az egész. Nem, nála nincsenek ilyen sarkok. Azt mondja a könyv dedikálásánál, azt képzeld el, és mutatja az egyik ember, szóval ennek elfelejtettem kezet rajzolni. De nem hiány, és akkor a könyvbe oda rajzoltál egy kezet. Visszaemlékszel erre a történetre? Hát minden könyvbe visszarajzolok, amit odaadok, komolyan mondom. Isteni de semmi, de hátul is van az utolsó előtti oldalon egy ilyen középkori csoportkép, és rájöttem, hogy egyik nőnek nincs feje. Csak megrajzoltam, és kitörültem, mert nem volt jó arca. És fehér temperával kitörültem, aztán már nem is vettem észre. Ja, azt is ki kell javítanom minden könyvben. Hát ez annyira jelentős, annyira édes, ellentétben csomó karikaturistával, hát nem tudom, emlékszem, hogy nem volt Filztól, és akkor tustollal. Tussal rajzoltam. Ugye tussal, ami hát nem, olyan, nem úgy olyan lazán ment, mint nem lehet vele kört húzni. Nem lehet kört húzni. Tehát az ott, hát egy toll, olyan, mint egy írótól. Hát rohadt nehéz volt, meg ki kellett húzni, nekem sem parasztóval. Na most őnála semmi, ezek a karikatúrák, ezek erőlködéssel láttam, hogy van szépen kikontúrozva. Nála ilyen nincs. Laza az egész. Ez alapvetően megkülönbözteti őt az összes többi, a mai élő karikatúristáktól is. Abszolút. Tehát egy sokkal másabb világ lazán el tudja magát engedni. Nincs benne ilyen feszes szögletesség. Ezt tőle hallottam, ezt a gömbölyűséget, tényleg mi van? Gömbölyűek ezek a rajzok. Van ennek egy hátulütője is, hogy a nejem szerint azt mondja, hát ez nem könnyed rajz, azt mondja, ez trehány rajz. Volt olyan rajz, ami miatt nem jelenhet meg kiállításon, mert rosszul esett neki. Tényleg? Igen. Pedig elég jó rajzot, abba futottam be a Ludas Matyiba tulajdonképpen része volt, hogy
mert a rádióiságnál minden hétfőn volt labzárta, éjféli busszal, Dunakeszin laktunk, mentem a Búcs utcába, éjféli busszal jártam mind a hétfőn haza. Na most egy meleg nyár volt, és minden padon ültek szerelmes párok. És én akkor hazamentem, és kedre kellett a Ludasnak beadni a rajzokat. Na most én hazamentem éjfélkor, fél egyre ért oda a busz, akkor kellett kitalálnom még rajzokat, hogy másnap reggel bevigyem a Ludasnál, és beugrott ez, hogy mindenkinek van valaki, csak én vagyok nős. Na most ezen a nejem zokon vette. Mondom, hát profi vagyok, hát az ember kitalál valamit, tehát a színészek sem önmagukat adják. Azaz, hogy jó, ha önmaguk benne van a szerepben, de a szerep a szerep. Honnan érkezik ez a könnyed rajzolási módszer? Szerintem alapvető, hogy minden karikaturistának saját stílusa legyen. Ha nem nincs stílusa, akkor nem karikaturista, saját gondolatai legyenek. Tulajdonképpen mindenki ott ötölt hétfő este, meg kedden kellett rajzokat leadni a Ludasba, vázlatokat, és mindenki hétfő este ott kigyötörte magából azt a 5-6 rajzot, amit kellett volna. És egyébként a rajzait kinek szánt? A gyerekeknek, felnőtteknek, vagy egy ilyen univerzális közönségnek? Kicsit komolyabban kell rajzolni gyerekeknek, mert azon számon kérik, ha bicikli elmegy azon a oldalon, és nincs rajta a rajzon, akkor az náluk probléma. Egy felnőtt rajzon nem, de ugyanúgy kell, ugyanan komolyan kell venni a gyerekeket. Gyerekkel nem kell ügyögni. Tehát én mindig azt mondom, azért mert pici, azért nem hülye, az ő figuráiban nem kell keresgélni a közösséget, mert akárkinek mondjuk a nevét, valamint az ő nevét, vagy a pompomot, mindenki ismeri. A gyerek is tudja, a felnőtt is tudja, ez a lényeg. Tehát ez pontosan azért van, mert ez mindenkihez szól. Mert a felnőtt is szeretne gyerek lenni, csak nem tud. Csukásba ezt becsülöm, és rájöttem az ő szakmájával mesét tud írni, az egy gyerek maradt örökké tulajdonképpen Igen. gondolkozásmódban, Igen. pedig nincs gyereke, de nagyon szereti a gyerekeket. Igen. Melyik munkája volt az, ami végül az animációhoz vezette önt? A műcsarnokban, nem tudom, láttad, de volt egy ilyen közös karikatúra kiállítás, ahol mindenki részt vett, mint karikaturista. Na most oda csináltam egy Budapest rajzot, amit egyre jobban rajzoltam, végig 7 méter hosszú lett. Úgyhogy alig tudták, mert papír a föld, nem tudtam még, hogy láttad. Egy rajzol én is kint voltam Igen. azért. Ja, az de is ott volt a pardon. Egy rajzom ott volt. Igen. Nem volt 7 méter. És azt látták meg a filmgyárból a főnökség, és behívtak akkor, hogy nem volna kedvem ebből egy rajzfilmet csinálni. Na most egy darab is bekövettem, aztán rájöttem, hogy ebből nem tudok rajzfilmet csinálni. Akkor odaadtak ilyen celleket, hogy azért tanuljam meg, hogy kell rajzfilmet csinálni. 2 hónapig másoltam, én nem tudok másolni, szóval kétszer nem tudom ugyanazt a figurát lerajzolni. Úgyhogy végén föl voltam mentve abból, hogy figuraterveket, mert meg vannak húzva a vonalak, hogy a feje, a hasa ekkora, a lába ekkora. Nálam megfordították, kiderült teljesen másik ember az. Úgyhogy mondták, hagyjam abba majd. Dargai Attilával sokat dolgoztam együtt, úgyhogy ő rajzolt a picúrnak hosszú lábat, nálam még rövid volt, meg ilyenek voltak, de hát. Akkor ő is aktívan részt vett az elkészített karaktereknek a megalkotásában? Hát persze, a forgatókönyvben meg a figuraterveket én csináltam, csak hát nem komolyan, csak nagyjából fővázoltam, hogy ez egy oroszlán, ez meg egy liba. És amikor elkezdett Csukás Istvánnal dolgozni, úgy tudom, hogy a Pompom volt az első közös munkájuk. Igen. Akkor először könyvet akartak készíteni belőle, vagy rögtön az animációra tervezték, ez hogy történt? Úgy történt, hogy volt egy sorozatom a Ludas Matyiban, a Jövő század állatai. És ez ment hónapokon keresztül, végig minden, már mindent kitaláltam, kínomban már nem tudtam mi mindent. Lényeg az, hogy a Corvinában volt a Sivó Mari szerkesztő, nagyon kedves ember volt, és mondta, hogy ebből lehetne valami mesekönyvet csinálni. Úgyhogy akkor elkezdtem rajzolni egy madarat, amelyik nem tud elrepülni Afrikába, mert annyit teleszi magát. Úgyhogy a többiek repülnek, ott ül. Akkor még egy kislányt rajzoltam, hogy a fején valami titokzatos dolog ül, és az mindig mesél neki.
ezt bevittem, és jó, és akkor most mi van? És akkor spekuláltunk, és a Csukás István jutott eszünkbe, hogy ő az, aki ehhez igazából hozzá tudna írni, és ő rögtön kapásból életet lehel tulajdonképpen bele ebbe a két rajzba, és akkor azt beindult a fantáziai, úgyhogy a többi az már majdnem mind az övé egy-két kivétellel. És volt úgy, hogy esetleg neki volt egy ötlete, amit önnel megosztott, és ön volt az, aki életet lehet abba a karakterbe? Hát volt olyan, hogy Kajánul azt mondta, na ezt rajzold meg, és lerajzolta a lesből támadó ruhaszállító kötele. Lerajzoltam neki a maga módján, úgyhogy szóval nem tudott kifogni rajta pedig. Habár a múltkor csinált egy színdarabot, nem a múltkor két éve, most már írta Gombóc Artúr világjáró, valamilyen hőle még mindig megy a játék színbe, ahol, hogy én csináljam a ruhakosztümöket. De van olyan, hogy a nullás kilométerkő, meg a lámpaoszlop. Mondjuk lámpaoszlopot még meg tudtam rajzolni, de a nullás kilométerkővel nem tudtam boldogulni nagyon. Mi az, ami leginkább jellemzi a tévés sorozatok, a rövid filmek közül Sajdik Ferencnek a stílusát, az alkotói stílusát ön szerint? Most egy nagyon nagy hasonlatot fogok mondani. Minden ember tulajdonképpen egy valamit talál. Ő föltalálta a Sajdikot. Ez olyan, mint a Mozart, föltalálta a Mozartot. Mozart mindig ugyanazt csinálja, de olyan fantasztikusan tudja variálni azt az egy Mozartot, hogy mindig azt hiszük, hogy mást hallunk. Holott mindig ugyanazt halljuk, ez egy állati furcsa dolog, ez a stílus. És ez az, ami egy emberben van. De most van, akinek van egy ötlete, nincs rajta mit variálni. Tehát egyet bedobott, jó napot kívánok. És nincs lehetőség a kifutásra. Valakinek akkora adottsága, hogy ő kitalálta a Sajdikot, és ezt sokféleképpen előadhatom. Ez a lényeg. A nagypapám már kitalálta a Sajdikot, mert nagyon érdekes volt, hogy a nagypapámnak 6 gyereke volt. És 3 olyan vidám belőle, hogy elbújhatok mögöttük. Én nem vagyok annyira vidám, inkább derűs vagyok a magam módján. A 3 másik testvér meg komoly volt. Szóval ilyet még nem láttam, de a papám egy rötyögős ember volt. A Nándi bácsi az ugyanúgy, meg a Verus néni. Ők voltak a 3, olyan vidámok voltak, hogy bármit el tudtak mesélni, de láttam a szemükön, hogy mosolyognak közben. Másik 3 meg halál komoly volt. Úgyhogy én a vicces ágról jöttem. Egyébként az ön környezetében lévő személyekről vett ihletet ahhoz, hogy megalkossa a figuráit? Inkább ötleteket adtak olyan szempontból, hogy egyszer rajzoltam, hogy egy kislány nem tudom mit csinál, és kicsit szigorú a papája. Erre látom, a Zsuzsa lányom le van kettyenve. Most már ez nálunk is így lesz, azt mondta. És önnek mennyire volt belelátása Sajdik munkásságában? Utána az újságokat néztük, meg Ludas Matyi, meg az összes többi, tehát pontosan tudom, és hát aztán a filmeken keresztül pedig természetesen hát annyira közismert volt ő, hogy nem is kellett nagyon utána nézni, ugye, mert ömlöttek a rengeteg újság volt, különböző rajzolókkal, és hát gyakorlatilag figyeltem azzal együtt, hogy ilyen fényképezéssel foglalkoztam, természetesen a szívem azért odahúzott ehhez az egész témához, és hát borzasztóan sajnáltam, hogy ez ma hogy kikopott a köztudatból egyáltalán ez a karikatúra, ez a újságok. Nagyon érdekes, hogy nagyon különbözőek a mesekönyvekben látható rajzok, és az animációban látható rajzok. Mik voltak azok a technikai nehézségek? Hát például be kellett húzni a vonalakat. Tudnék, nem tudták kifesteni akkor, nem tudta a kifestő. Persze. Szóval ez engem zavart egy kicsikét. Nincs szünet, nincs kis hézag, ami a rajzban nem kell folytatni. Viszont az animáció nem megy tovább, hol a luk van. Na most ő neki az nem hiányzott. Tehát ezért, de mégis meg tudták csinálni, mert alapvetőleg annyira érdekes volt és annyira karakteres, hogy azért csak megoldották a rajzfilmeket. Hát igen, nem tudtam trehány lenni. Igen. De egyébként trehányú rajzoltam, mert
egy olyan 120-130 rajzot kellett egy forgatókönyvhöz csinálni, 8 perces volt a pompom. Tulajdonképpen nem szerettem csinálni, az az igazság, mert inkább rajzolok 120 különböző rajzot, mint ugyanazt mindig lerajzoljam, hogy a figurát nem tudtam tartani. Más műfaj. Igen. Más műfaj, nagyon más. És elkészült a pompom, elkészült a horgász. De vártak ekkora a média visszhangot? Mert nagyon pozitív visszajelzések érkeztek akkor ezekre a rajzfilm sorozatokra. Mit vártak, amikor azt vártuk, hogy be voltunk gyulladva a csukásra, mert ő se horgászik, meg én se. Gőzünk se volt, hogy miért ülnek ott a parton. És nagyon megkönnyebbültünk, mert a Horgászszövetségnek a főtitkára telefonált, hogy köszöni szépen, mert a horgászok nevébe, mert népszerűsítettük mégiscsak az ő társadalmukat. Akkor ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt. Hát ez pozitív volt, igen. És olyanok is látták a pompomot, akikre tudtam, hogy nincs gyerekük, tehát valahol nézik. Hogyan illeszkedtek akkor ezek a rajzfilmek a korabeli televízióba? 80-as években, mikor megjelent a pompom és a horgász. Úgyhogy ő volt a tulajdonos. A televízió rendelte meg, a televízió gyerekosztálya, Bálint Ágnes nevű író, aki nagyon kedves ember volt. Érdekes módon, most mesélte a csukás, talán fél éve vagy egy éve, hogy készek voltunk a pompommal, átvette a televízió, és beszélt a Bálint Ágival, és azt mondta neki a Bálint Ági, na, neki foghattok az újabb sorozatnak. Azt mondja a csukás, ho-ho, ez nem megy olyan könnyen. Mire leírta emeletről, már tudta, hogy a kocsi, ebből lesz valami, ho-ho-ho. És arra számítottak, hogy szobrokat állítanak, játszótereken visszaköszönnek majd a mesefigurái? Nem, hát az ennyire, nem. Szóval az ember nem tudja fölmérni a rajzai hatását. A család az nem mérvadó, mert okos családom van, soha nem szóltak bele. A nejemnek volt egy-két ilyen, de mindig mondtam, hogy őt már akkor is, mert iskolában ismerkedtünk meg. Mondtam neki, joga van kritizálni, mert már akkor ismert, mikor még nem tudtam rajzolni. Úgyhogy mindent tud rólam. És mik azok, amik önök szerint még életben tudják tartani a televíziós rajzfilmeknek a hagyományát Magyarországon? Kiírthatatlan. Humanizmus szerint. Jó, az, ez semmilyen politika nem tudja. Megint visszatérek erre a veszőparipámra, a szeretet. Tehát szükség van ilyen típusú filmekre, rajzfilmekre, filmek mindenre. Szóval ez kompenzálni kell azt a rendkívüli durva egyen világot, amiben élünk. Szóval hát nincs, valami kompenzációra szükség van. És ezeknek nem kell reklám. Ezeket akármikor, hát itt voltak ugye más dolog, hát itt voltak a magyar népmesék, ugye? Egy Szabó Gyula hangja, hát itt van most is, hát azok a figurák, igen, az a tájszólás, az a, ahogy beszél. Ezek soha nem fognak elmúlni, soha büdös életben, én állítom. Tehát ezeket mindig föl fogják újítani, színezni, tudik, az emberekről szólnak, és ez nagyon fontos. Tehát, és főleg az az érdekes, hogy na, én nem szeretem a sci-fi filmeket, de ez végső soron mégiscsak fantázia, ami a valóságban ilyen állat nincs, vagy ilyen madári, csak szeretnivalók. Most ezek a, én soha nem fogom megfejteni, hogy mitől lett a Harry Potternek akkor a sikere. Soha, én próbálkoztam vele, hát öreg vagyok hozzá, és annyira tele van mindenféle. Na most ez nekem már sok, már nem tudom felfogni, de ezek a filmek nagyon tiszták egyszerűen, egyszerű gondolkodás. És azért akármennyire is eldurvul a világ, azért az embernek valahol embernek kéne maradni. Természetesnek maradni. És ezek egy csomó olyan természetes dologban emberi megnyilvánulások ezek. Mert az állatok is emberek, meg az emberek is állatok, azt hiszem, hogy ez a... Csak reményeket mondott el. Igen, persze. Én igazából azt tudnám mondani ezekre a rajzfilmekre, hogy nagyon szelídek. Szerintem ez bennük az, ami annyira kívánatossá teszi őket. Így van, meg mi olyan, mint a Feri szerint. Az ön legújabb animációs sorozata 2015-ben készült, a 80-as években kiadott, hát milyenek az állatok című könyve alapján.
Ön mennyire vett részt ennek a megalkotásában? Hát az sajnos nekem kellett kitalálni az egészet, megírni. Egy hónap alatt megírtam 7 perces filmet, megrajzoltam a forgatókönyvet, meg a figuraterveket. És utána mi történt az ön figuráival? Utána az történt, hogy csináltam a következőt, mert 13 részből állt a film. És mennyire volt más maga ennek az elkészítési módja, ahhoz képest, hát, amit? A számítógépet igénybe vették, igen, de lényegében ugyanúgy történt. Szóval a rendező is olyan volt, hogy jobban szerette a régi technikát lényegében. Melyik a kedvenc rajzfilme, amit elkészített? Na most segíts ki, ha tudsz. Amit most fog csinálni. Igen. Rajzfilmet nagyon remélem, hogy nem csinálok többet. Pont ezért, mert ugyan, ilyen forgatókönyvekben mindig ugyanazt kell lerajzolni, csak hát halad a figura. Mi a véleményük napjaink rajzfilmjeiről, amiket még próbálnak gyártani Magyarországon? Komoly sikereket értek el az elmúlt években nemzetközileg. De most ezeket a rajzfilmeket nem tudom, hogy Magyarországon hol játsszák, mert régen azért jobban televízióban, de sajnos az a helyzet, hogy ezek nem látom, hogy ezeknek volna helyük, hogy ezeket, igen, a közönséghez eljük. Ezért nem is tudunk, vagy én legalábbis nem tudok róluk beszélni. Tehát ha lenne lehetőség arra, hogy ezeknek a fiatal animációs művészeknek a munkáit meg lehetne tekinteni, akkor úgy gondolják, hogy lenne a magyar rajzfilmkészítésnek jövője? Szerintem is van, de hát nyilván külföldi kitekintés van, és az nem jó, hogy nem itt látjuk ezeket. Legalábbis én nem látom televízióban, vagy nem tudom én. Hát régen egy mozi előtt is egy előzetesben lenyomtak egy 5 perces valamit, egy rajzfilmet. Szóval, mint ahogy a karikatúra is úgy nagyjából eltűnt az újságokból, úgy így a rajzfilmeknek a forgalmazásában is. Én nem akarok olyasmit mondani, amit nem tudom, de én nem látom. Miközben dolgoznak, hál' Istennek vannak fiatalok, mint látjuk. Úgyhogy egy ilyen öreg sincs itt a stúdióban, mint mi ketten, mi? Nem én tudom, szerintem, hát ha összeadjuk a korukat. Nem teszik itt, az tuti. És milyen jó tanácsokat adnának nekünk, mint a jövő tévései, animáció készítői, vagy éppen grafikusai? Hát nem tudom így most hirtelennyében megmondani, csak az, hogy hajrá mindent bele, és hát nagyon szorgalmasnak kell lenni. Erre rájöttem. Egyszer adtam egy telefoninterjút egy olyan újságnak, amilyen reklámújság volt, és a metróba volt bedobálva akkoriban. És azt akartam elmondani, hogy a rajziskolában nem én voltam a legtehetségesebb, a Finta Jóska, nem az építész, hanem te valószínűleg ismerted, ő is ilyen reklámgrafikus volt, és átért a fotóra, szenzációsan rajzolt. Görög Júlia, amikor leültünk, például először, amikor alakrajzra bejöttek, hogy először rajzoltunk meztelen nőt. Na most nem egy idős hölgyet hoztak, akit le lehetett volna rajzolni, hanem egy fiatal leányzót. Na most egyszerűen nem tudtam mit rajzolni, és a legtöbb nem tudta. Görög Júli fogott ecsettel, és így diófa páccal fölrajzolta a figurát. Ilyen jó rajzolók voltak. Ezt akartam mondani, hogy nem én voltam a legjobb rajzoló, de valami volt bennem, ami csökönyös szorgalom, vagy nem tudom én, hogy fejezzem ki magam. És nyilatkoztam, ezt elmondtam az újságnak, megjelent nagy cikkbe, Sajdik nem tartja magát tehetségesnek. Akkor gondoltam, hogy újságírókról valamit holott, tehát én is a újságíró szövetséghez tartoztam. Egy poénért eladják az egész szállat. Hát persze, ez így van. De ezt amit mondtál, a szorgalom nagyon, nagyon fontos. Szerencsé. A melót bele kell rakni. Na, ez a lényeg. Igen. Vannak nehézségek, nem baj. Az a lényeg, hogy csinálja. És előbb-utóbb, ha tényleg van benne valami, ki fog jönni. Nem, a tehetséget igazából nem lehet elnyomni. Akármilyen rendszer van, előbb-utóbb kijön. Szorgalmasnak kell lenni akkor lényegében. Így van. Ennyi. Így van. És kitartónak. Hát bizony, bizony. Hát megpróbálunk akkor ennek a tudatában dolgozni tovább, és szeretném megköszönni azt, hogy eljöttek hozzánk erre a rövid beszélgetésre. Nekünk ez kitüntetés, jól mondom, Feri? Igen, köszönjük szépen.